Akinek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezése van otthon, annak most az egész országban számítanak a visszajelzésére. Az önkormányzatok ugyanis arra kíváncsiak, hogy a téli időszak alatt a lakosság átlagosan hány mázsa barna kőszenet fogyaszt. A megváltozott gazdasági környezet, az energiaáraknak az emelkedése indokolja azt, hogy különböző intézkedéseket igyekszik a kormány annak érdekében tenni, hogy a lakosságnak a téli tüzelő biztosítva legyen, így például a barna kőszén. És ennek érdekében a belügyminisztérium kezdeményezett egy országos felmérést a települési önkormányzatokon keresztül. Ennek a felmérésnek, hangsúlyozom, hogy ez egy felmérés, a lényege, azt szeretnénk megtudni, hogy hány olyan háztartás van, aki széntüzelése alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és hogy mennyi egy a most következő fűtési szezonban várhatóan ennek a szénnek a mennyisége, amit felhasználunk. A felmérőlapon a kitöltő alapadatai mellett azt is fel kell tüntetni, hogy az adott ingatlanban hányan élnek egy háztartásban. Háztartásonként egyetlen adatlapot elég benyújtani, amit vagy személyesen, vagy pedig online kitöltve lehet eljuttatni az illetékes önkormányzathoz. Személyesen benyújtani az ügyfélszolgálati centrumban lehetséges, a 25-ös, 27-ös ablaknál. A lakosság azt hiszem ezt jól ismeri, ezt az épületet. Elektronikusan pedig a szociális osztálynak az e-mail címére lehet, ez az enyhaszoc@nyiregyhaza.hu, de egyébként ez a felhívás megjelent a város, illetve a Városházának a honlapján is. A szakember arra biztat minden érintettet, hogy tájékozódjon a hozzátartozó település önkormányzatánál, illetve annak online felületein, és vegyen részt a felmérésben szeptember 29-éig. Ugyanakkor érdemes komolyan venni a határidőt, mivel a szeptember 29-e után beérkező adatokat központilag már nem tudják feldolgozni.